Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Kocsony az Zoltán, és köszöntöm az Aréna mai vendégét, Rókus Pát, Nemzeti Bor felelős kormánybiztos. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat, és természetesen borászatról, borpiacról és bormarketingről beszélgettünk a következő szűk egy órában, és kezdjük is talán egy aktualitásra, hiszen november 16-ától mentesülnek az adófizetési kötelezettségek alól a reprezentációs célral adott borok, borászati termékek, illetve hát életbe lépett az erre vonatkozó kormányrendelet. Mondhatjuk, hogy ez hát nem is tudom, amolyan karácsonyi ajándék ez a cégeknek, és persze hát a cégeken keresztül maguknak a, a borászoknak és a a borászatoknak, hiszen azért jellemzően az ünnepi szezonban elterjedt és kézenfekvő ajándéka bor, akár a cégek üzleti partnereinek, akár a saját munkavállalóiknak. De jó lenne, ha ez a kézenfekvő ajándék, ez valóban a valóságban is így lenne. Itt minden részlet ennek a rendeletnek fontos. Nagyon fontos, hogy november 16-ától lép életbe. Nagyon sokat dolgoztunk rajta, hogy ne januártól legyen, ugyanis valóban a karácsonyi időszak azért nagyon fontos az ajándékozás szempontjából. Egyébként a bormarketing ügynökség egy vásárlás, vásárlás kampányjal próbálja segíteni majd ezt, hogy, hogy valóban az embereknél, és itt a céges vásárlásoknál, karácsonyi vásárlásoknál ez nagyon hangsúlyos és fontos, a bor, mint ajándék az újra megjelenjen. Nagyon sokszínű, sokrétű, kulturális, szakrális elővel bíró termékről beszélünk, és, és minden alkalomra el lehet ezzel játszani. A másik nagyon fontos dolog, hogy az eredetvédett borokról Beszélünk, a nagyon fontos a minőség szempontjából. Tehát miután a vining moderation, ez egy olyan világtrend, ami a mértékletes és mérsékelt alkoholfogyasztásról szól, ami a minőség felé próbálja az alkoholizmus felől ennek a élmény nyújtó te bornak a, a hangsúlyát terelni, ez itt most a rendelet kapcsán is egy hangsúlyt, illetve fókuszt kap, és az, hogy a termelőktől vásárolt borokra vonatkozik, tehát nem a kereskedőket. Tehát a szupermarketben az Ilyen, az nem, a, nem a megvásárolt egységeket, vagy az áruházokba kapható borokat e, nevezzük meg, hanem ha közvetlenül a termelőtől veszi, ami nem kell szemben, valaki ellen volt fontos nekünk, hanem a borászok mellett. Ugye én, mint bormarketingért felelős kormány elsősorban a, a borászok életben maradását, működését, az ő munkájuknak a támogatását. Ezt maguk a feladatul. borászok is kezdeményezték, vagy felőlük is jött egy ilyesfajta kezdeményezés? Én része vagyok annak a közösségnek az elmúlt évtizedekben, hiszen bortermelőként, egy kisbirtok gazdájaként. Ezt pontosan tudom, hogy ez nekünk egy több mint tíz éves álmunk, hogy egyébként nyilván borász oldalról nehezen éltük meg azt a terhet, hogy ha valaki reprezentációs célra vesz bort, akkor 33% teher reprezentációs adó jön rá. Ez mostantól ez nem is kis tétel, ugye? Amikor nincs. vegyünk egy 3000 forint körüli bort, Abszolút. akkor az rögtön 4000 forint. Igen, és uh, amikor, amikor ennek a, a feladatnak a tudatában van az ember, akkor azt is nézi, hogy ez az értékesítési láncon is csökkentünk, a termelőt és a fogyasztót összépozzuk. Fontos, ez egy nagyon fontos szempont volt. Nyilván mindenkinek megvan a dolga, de a, a láncot figyelni kell. A kereskedőknek is megvan a nagyon fontos feladata, hiszen a borokat el kell adni, ez az ő dolguk egyértelműen. És ez most mm. egy picit független a karácsonyi reprezentációs adós környezettől. A borásznak tehát ezért fontos a kereskedő szempontjából a borász, hogy szép borok készüljenek. A borásznak nagyon fontos a sor elejé lévő szőlőtermelő, hogy ez a mm. szőlő megművelése kerüljön. Hát az egyik legnagyobb kihívás ma a bornál, hogy maguk a szőlőben dolgozó embereknek bizonytalanodott el a jelenük. Ezért történt az elmúlt évtizedekben, nagyon sok szőlőt kivágtak Magyarországon, iszonyatos mértékben csökkentek a szőlőterületek. De nekünk újra olyan példát kell, olyan, példát kell állítanunk a mezőgazdaságban dolgozóknak, hogy megérje szőlőt művelni, egy olyan életpályamodellt kell kialakítani, hogy a szőlőművelés újra megérje és divatos legyen. A fiatalokat arra kell ösztönözni, hogy a szőlőt megműveljék ezután is, hogy abból bort lehessen készíteni, amit a kereskedő el tud adni. Mindjárt beszélünk erről egy kicsit részletesebben is, de még visszatérve a mostani adókedvezményre vagy az adóelengedésre ugye, hogy itt a, nyilván hogy a borászok részéről is jött egy ilyen kezdeményezés, de hogy korábban, nyilván ez most változni fog, de korábban jellemző volt az, hogy volt annak gyakorlat, a hagyománya, hogy mondjuk közvetlenül a borászatoktól, a pincészektől vásároltak a cégek, vállalkozások? Erre is volt, nyilván most nagyobb lesz ennek a szerepe, Ugye a borturizmus, turizmus az egy nagyon szövete a magyar bor eladásának, a hozzá bor az bor be, tétes hogyha jól tudom ]nek. akkor a vendéglátásra is vonatkozik majd ez, ez a kedvezmény nem. Tehát hogyha ilyen borvacsora vagy, vagy, pont a bor turizmus részeként, Amennyiben a, program, a, a a termelő program, hogyha aki akkor arra a borra vonatkozik, ami a bortermelő. Itt nagyon fontos hogy a termelőtől kell vásárolni, de nyilván egy éttermes nem tud ebből utána magának igen, 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 igen. előnyt kovácsolni, nem is ebből kell a feladata az, hogy mindenkinek a saját szerepében tökéletesnek kell lennie. Tehát visszatérve igen fontos része volt eddig is, csak nyilván leszoktak az emberek, amikor plusz adó teher vonatkozott ered, a a borturizmus ez egy nagyon fontos része a, a, bor marketingnek, a bor értékesítésnek, és tudni kell, hogy ez ikonok a magyar bortermelők, tehát az a turizmusnak egy nagyon erős része, nem véletlenül foglalkozott eddig a turisztikai ügynökség a turizmus részén a borral is, mint borturizmus, az emberek ismerik azokat a termelőket. Ez, ez jól összekapcsolható, mert hogyha megnézzük mondjuk a magyarországi borvidékeket, azok egyúttal a borokat elhagyva uh, turisztikai szempontból is fontos Nagyon célpontok. Fontos, tehát a Balatoni régió, a Eger a Tokaj, vidéke, Illány, Tokaj. Eger, Sopron, tehát ez mondjuk nélkül is turisztikai célpont. A bor Így van. még így hozzáadódik, mint plusz. Így van, így van, és például a Balatoni turizmusnál pont a borászok jelezték, hogy szeretnének a kerékpárút fejlesztésbe aktívan beszállni, hiszen egy jó attrakció, turisztikai destináció lehet egy-egy borászat. Ne felejtsük el, ott szálláshelyek vannak, ott a gasztronómia nagyobb szerepet kap, tehát abszolút élő szövete ez a magyar borértékesítésnek, és ez is fontos nekünk, hogy minden egyes szállat lássunk, mozgassunk. Én hiszek benne, hogy ez egy egészségesebb megoldást fog adni az mm -hmm. emberek nek talán egy újabb lehetőséget karácsony előtt, hogy nem feltétlen mindig azt a kávéfőzőt, vagy azt az egyéb ajándékot kell adni. A cégeknek meg egy újabb pontot, uh -huh. hogy akik eddig lebeszélték magukat, hogy uh, borral uh, foglalkozzanak így karácsony ajándék kapcsán, most szeretném felvilágosítani, hogy ez most egy új lehetőség. És egy Érintőlegesen lehetőség. az imént már szóba került, hogy a borászok borászat helyzete és utalt is arra, hogy hát a szőlőtermőterület is, hát nem is csekély mértékben, de csökkent az elmúlt években vagy évtizedekben. És éppen a napokban itt az inforádióban nyilatkozott Fritman János Soltvatkerti, neves Soltvatkerti borász, aki egyúttal a hegyközségek nemzeti tanácsának is az elnöke, és ő is arról beszélt, hogy hát igen, nehéz, és mondhatni, hogy kritikus helyzetben vannak a borászok, és a borászatok sok borvidéken már egyáltalán nem gazdaságos a szőlő és a bortermelés, visszaesett a kereslet a, a borok iránt, tehát a fogyasztásban is van egyfajta visszaesés, és, és azt mondta, hogy talán a borászat a, szinte az egyedüli ágazat a gazdaságban, ahol nem tudták érvényesíteni az elmúlt évek megnövekedett termelési költségeit, nem tudtak együtt az infláció mértékében növelni a saját termékeik árain, vagyis hogy a borok árain. Tehát, hogy elég, elég kritikus és borús képet festett le. Nehéz a helyzet. Én pont a borászoktól tanultam meg, amikor ebbe a társaságba keveredtem, hogy nincs olyan, hogy rossz, olyan van, hogy kihívásokkal teli időszak. Bárki a szüretről kérdez, az egy-egy nehéz időszakban is inkább egy kihívásokkal teli szüretet jelent. De azért örök optimistának kell lenni, ez egy gyönyörű szakma. És igaza van elnök úrnak, én magam is többször tárgyaltam velük, meg hát ő a szakmaközi szervezet elnökeként fontos feladat, hogy képviselje a borászokat. Valóban most az új betédias rendszer, az új összes olyan egyébként a fenntarthatóságra környezetvédelemre vonatkozó EU-s szabályzat, az most terhet jelent a borászoknál. Ez ez ugye majd jövő évtől. Igen, ezekkel lehet bízni, és én magam is egyébként itt a kormányzaton belül, amikor ez az egész rendelet, bár ez előttem született meg ennek a koncesziós terve, de, de szerződése, de magam is elég sokat foglalkoztam, és tudtunk is apró pici eredményeket elérni. Maga egyébként ez a kormány Rendelet, ami a reprezentációadót jelenti, ez is ezért volt a kormány részéről egy sikeres megoldás, mert itt maguk a kormányzat is felismerte azt, hogy kell az ágazatot segíteni. Nyilván minden ágazat úgy van vele, hogy a sajátjait próbálja leginkább mindenki képviselni, de én azt gondolom, hogy a másik oldalról az innovációról is kell ilyenkor beszélnünk. A magyarországi helyzet az, hogy a tradíció az nálunk egy nagyon mélyen, szerencsére, hála Isten, gyökerező alapvetés, tehát azok a tradíciók léteznek a kommunizmus ellenére, amik a, az elmúlt évszázadokban ennek a szakmának, meg általában az agráriumban rejlő lehetőségek között vannak, és az agráriumban a szőlőborművelést ezt mindig sikerágazatnak ágazatnak tekintették. Ez most tényleg nagyon nehéz helyzetben van. Azt gondolom, hogy a Covid, a háború, az, hogy például Ukrajna az üveggyártás szempontjából megkerülhetetlen fontos terület, és sok minden más az energia ezek terhelték az borágazatot, ahogy a többi ágazatot is, de ezeknek a megoldásoknak az egyik fő e Megoldál, vagy ezeknek a problémáknak az egyik fő kiútja, a fő lehetőség az az innováció. És azért beszélek így, mert én egy éve kaptam ezt a megbízást. Az én feladatom a bormarketing stratégia elkészítése, de mint kormány biztos én azzal a lehetőséggel is bírok, hogy eddig a sok kormányzati szerv által foglalkozott területet egy helyre csoportosítottuk, de együtt tudok az Agrárminisztériummal, a Külgazdasági Minisztériummal, az Oktatással foglalkozni, dolgozó minisztériummal, és mindenkivel dolgozni az irányba, mert hogy a tradíció, az edukáció, a, a külgazdaság, diplomáciából ezek mind-mind a területek, és egy helyen koncentráltan koordinátor rendszerbe tudjuk tenni. És azt meg kell mondanom, hogy a stratégia elkészült, ami a fő feladatom volt, és majd annak a végrehajtása a következő három évben még. Ennek az egyik legnagyobb kitörési pontja az a 6-8 láb, amit az elmúlt fél évben mi megállapítottuk, és egy elég vastag kutatási anyagokkal teli dokumentációt Tanulmányt készítettünk erről, hogy a tradícióra rá kell az innovációnak épülni. És amikor megy az ember külföldre, ugye nyáron indultunk az operatív programokkal, belföldön, külföldön, azt kell mondanom, hogy amiket a kutatási adatokból kiolvastunk, hogy mi történik ma a borvilágban, mert azt kellett megértenem, ha 30 éve a rendszerváltás óta foglalkozunk bormarketinggel, már pedig így vagy úgy, de mindig volt, akkor miért van az, hogy egyre jobban szakadunk le? Ezt pedig úgy tudtuk megérteni, hogy olyan külföldi és hazai státuszkót kellett megállapítanunk, és olyan tanulmányokat primér és szekunder kutatásokból tovább gondolni, ami alapján látjuk, hogy hol tart a világ ehhez képest, hol tartunk mi, és az okokat is ilyenkor az ember földeríti. Tehát ma már a világban olyan témákkal foglalkoznak, amik Magyarországon egy picit késve jelennek meg. Miközben már tavasszal láttuk a Provénnon, Düsseldorfban, hogy hogy a, a alkohol csökkentett, illetve az alkoholmentes borok egyre nagyobb területet jelentenek a magyar vagy a világbor termelésében, hiszen túltermelés van a világban, hiszen elmondhatjuk, hogy a világban jelenleg 10%-kal több bor készül, mint amennyit megisznak az emberek, ez nem jó egy ágazatnak, és ennek az egyik fő oka az, hogy az innovációt azt nekünk is, ahogy a sörösöknél, meg többieknél, ez meg kell jelenteni. Hát látjuk, hogy sörben például már 7%-ot jelent az alkoholmentes söröknek a, a térnyerése, de a borkoktélokról is beszélhetnénk, sőt, az egyik legnagyobb problémáról nem kerül szóba, a fiatalokról nem beszélünk ez idősödik a borfogyasztók társadalma. Az innováció egyébként, amit többször is említett, az mit jelent a, 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 a borászatban? Borban. Tehát egy másfajta technológiát, új technológiákat, jobb borokat, és kevesebb, kisebb Besíjünk költséggel a fenntarthatóságról előtt. Majd egy olyan egészségtrend tapintható ki, amiben látjuk azt, hogy a fiataloknál nagyon fontos szempont az, hogy az egészségükre figyeljenek. Kevesebb, kisebb alkoholt isznak, kisebb alkohol százalék felé mozdult De A világon fogyaszt... felé megy a trend, nem? Igen, ezek a trendek, ezeket, ezeket a trendeket. A klasszikus, kellett... nehéz, testes, fahordokban barikolt. Igen, ennek is éllett... megvan a piaca, de hát igen, ma de... a mennyiséget tekintve, a tömegtermést tekintve egy sokkal könnyebb, gyümölcsös világ felé. el. Alacsonyabb gyöngyöző a borsok. Magyarországon ilyen gép még nincs, ami amilyenből egyébként mondjuk én a kétszázat, amit megkóstoltunk tavasszal, valahol három értelmezhető volt, ugyanis tudni kell, aki jobban benne van, hogy több eljárás létezik. Tehát kb. három fajta olyan eljárással lehet alkohol csökkentett borokat, és erről beszélnünk kell. Nem lesz a prémium piacnak ez a megoldása, hiszen a prémium piac, ami a főső, a piramis tetejét jelentő szegmens, az mindig is ettől a, ettől a dologtól megkülönböztetve lesz. Tehát az mindig egy jelentős részt fog adni, de pici százalékban a fogyasztás tekintetében, de a tömegterméket, a mennyiség Tekintve az alapoknál nagyon fontos, hogy ebbe a világban mi is biztonsággal járjunk. És Magyarországon, amit egy új-zélandi termelő megengedhet magába, az még a magyaroknál nem jelent meg. Nekünk erre föl kell hívni a figyelmet. Én például most leginkább a kutatóintézeteket járom az országba. Nagyon fontos, hogy a kutatóintézetek foglalkozzanak ezzel, milyen technológiával érdemes a pályázatokat ebbe az irányba kell menni, a termelőket, a kutatókkal össze kell kötnünk. De erre vannak kifejezetten ilyen technikák, technológiák, hogyne. hogy hogyan lehet csökkenteni hogyne, az hogyne. És én nagyon, az nagyon az szeretném meg. az üzleti világot, a kutatókat és a termelőket összehozni egy olyan együttműködésbe, hogy ebbe induljunk el. Ezek azok a feladatok, amik nem azonnaliak, tehát amik a feladataimat meghatározom, vannak azonnali, vannak közép, hosszú távú dolgaim, ezek lesznek azok, amik minimum középtávra húzódnak, de most ahhoz el kell kezdenünk a kutatóintézetekkel erről tárgyalni, vagy a rezisztens fajtákról, hogy a globális felmelegedésre kapjunk válaszokat, hogy 5 év múlva legyen még szőlőtermelés, vagy legyen a borpiacnak megfelelő szegmensén helyünk. Tehát azt meg kell érteni, hogy vannak olyan dolgaink, amik túlmutatnak a marketingen, de ez abból adódik, hogy meg kellett értenem, hogy az elmúlt 30 évben miért nem voltunk sikeresek ezen a területen. Csak ma önmagáért tűzi játékot fölösleges csinálni, ha nem tudjuk miért. Ettől tűnhetett úgy kívülről, hogy egy picit, mintha lassabban akarnánk elindulni, de sokkal célzottabban tudunk menni, egy kis ügynökséggel dolgozunk, és most már tudjuk rövid, közép, hosszú távon, hogy hova akarunk eljutni, és mik a fő feladataink. Hogy érjük el a fiatalokat, hogy tudunk az edukációba előrelépni, ugyanis az YZ generáció az teljesen elfordult a borpiactól. A világban ma az tetten érhető, hogy elsősorban a töményitalok fele, vagy a, a sörök fele mozdulnak. ha most Hát igen, a... meg a koktélok, ugye nyilván, hogy ennek is van egy trendje, és az imént azt gondolom, mondott hogy... egy szót, hogy bor koktél. ami de szerintem tudnék... nagyon sok borász borás számára ez valami ereknek eretnek De A fiatalok már pontosan tudják, tehát ez egy generációváltással is egybekötött, mert a fiatal termelők is jobban tudják a fiatal közönség igényét. Tehát nekünk az is fontos, hogy megtaláljuk őket is. Ugye nem tudom megkerülni azt a kérdést, hogy amikor az innovációról beszélünk, akkor sajnos be kell őszintén azt vallanunk magunknak, hogy valahogy meg kell találnunk a fiatalokat, valahogy el kell tudnunk az YZ generációhoz jutni, hogy később amikor elérik a 40-es éveiket, amikor olyan fizetőkeresletet nyújtanak, akkor tudjanak ezzel foglalkozni, tudjanak értőként már a piacon jó borokat választani a prémium szegmensből. És a tömegtermékekből, amikor azt mondom, hogy koktél, akkor valószínű, hogy egy-két idősebb kolléga nagyon csúnyán összevont Igen, azért talán a boránszoknak a nagy része, hogyha azt mondjuk, hogy konzervatív szemlélettel közelít, akkor nyilván ettől a szótól azért talán kifut a, a szőlőből, mert, mert hogy hát akkor még az ő borához, ahhoz a Sauvignon vagy ahhoz a furminthoz, hoz hát. hozzáadjanak még valamit, és abból legyen egy koktél, ez szerintem nagyon sokakban talán ellenérzést kellett. Még hogy valóban... tudják is azt, hogy a piacon esetleg ennek lesz keletje. Igen, a, a célt nézzük, engem azért bíztak meg a feladattal, hogy minél nagyobb értéke legyen a magyar bornak. Ilyen szempontból, amit az előmondtam, nekem nagyon fontos volt az, hogy túl tudok a saját területemen egy picit menni, és ez azért fontos, mert, mert mindig körülötte járunk, de azt tudnunk kell, hogy ha a világban csak árral versenyzünk, akkor az egy veszett csata lesz. Nekünk a terméket is pontosítanunk kell. Ez a termék pedig fejlesztésre szorul. Ezt akárhogy is mondjuk, olyan nincs, hogy magyar bor, olyan van, hogy mint olyan van, hogy kék frankos, és ezek az innovációs segítségek, amikről beszélünk, ezek megmutatják azokat a trendeket, amik a világban körülöttünk vannak. A világon jelenleg 40%-os az alkoholpiacon a sörnek a részesedése, 30% a spiritekké, a töményitalok, és 23% jelenleg a, a bor. A maradék hét az pedig az összes ilyen egyéb gyümölcs mm -hmm. megoldás, de Egyetlen egy ennek a fontos üzenete, hogy nekünk ebből a, ebből a szengmengerből kell följebb mennünk. Meg kell találnunk közgazdaságilag az értelmezést nekem olyan megoldást kell találnom, ami az értékét fölviszi, és az egész piacot nézve az egész palettát kell fölemelni. Tehát az aját, az alsó nagyon magabiztos mm. támasztékot is föl kell tudnunk vinni, és a világ arra felemegy. Tehát a fiatalok azok azért isznak elsősorban sört, mert könnyű alkohol, innovatív, megjelentek a különböző gyümölcsmegoldások, játékosságok, de jelentem a világban a bornál is megvan ez már. Tehát ezeket a trendeket meg kell ismertetnünk, és nem feltétlen annak a prémium szegmensnek a, a borászaira gondolok, akik megvannak a piacon, köszönik szépen, és tudják magasáron értékesíteni a borukat, hanem annak a 70%-nak az exportból, aki jelenleg lédik formában megy ki az országból, és gyakorlatilag az ország határ elhagyása pillanatában el is veszi az identitását, nekünk ebből terméket kell, nem olcsón kell adnunk, hanem ezt meg kell néznünk, hogy hogy lehet betenni olyan formátumba, akár kendbe, tehát ezek a különböző alumínium megoldások, amivel egy fiatalok számára olyan terméket készítünk, ami fogyasztásra abszolút alkalmas. Említette az imént az árat és az olcsóságot, és akkor megint csak idézném a hegyközségek Nemzeti Tanácsának a dokumentumát, illetve Fritman János nyilatkozatát, és ő azt hangsúlyozza, hogy alacsonyak a felvásárlási árak már a szőlő esetében is, és a borok átadása, átadási ára is alacsony. Tehát mondhatjuk azt, hogy, hogy olcsók, túl olcsók jelenleg a magyar borok? Igen, ezt tudom, hogy vicces, mert a, vagy, tudom, hogy, bocsánat, szeretnék korrektül fogalmazni, ellentmondásos, mert nagyon sok példát tudna mindenki mondani, hogy milyen drágán vesz magyar bort. A borok többsége az valóban nagy mennyiséget számítva olcsón. És hogy az előbb próbáltam ezt a láncot bemutatni, azért kell helyre tenni, hogy a kereskedőnek is egy méltányos haszna legyen az eladáson, de ez nem lehet mondjuk 300 százalék, a borásznak is megfelelő haszna legyen, mert a végén a szőlőtermelő, aki a sor eleje, ő a legfontosabb őt nem szabad elveszítenünk, és akkor fogjuk tudni a szőlőtermelőt, ahogy Fritman elnök úr is mondta, ott tartani a szőlőbe, hogy megérjenek neki egy életpályamodellt lásson maga előtt, hogyha emeljük az árat. Akkor tudjuk emelni az árat, ha magának a bornak az értékét is emeljük. Ehhez pedig innovatív megoldásokra van szükségünk. Ezeket a borokat el kell adni. És nem beszéltünk valószínűleg ennek a, a mai adásnak a kereteit túl szárnyai az a 600 oldal, amit a stratégiában leírtunk, de az egyik legfontosabb része az, az hogy ma magyar országon a borász a, a borász szakmának a 83%-a 3 hektár alatti birtok. Ez egy abszolút érté, értelmezhetetlen üzletileg ez a kör. De hát nagyon nehéz ebből... Tehát meg kéne teremteni az együttműködési formák az azért, fontos, is lehetőségeket, mert éppen azt olvastam, hogy Ausztriában ennek már nagyon, nagyon jó köszönöm. hagyománya és nagyon jó múltja van. Igen, több mindig laborként viszont. használjuk őket, de hát az egyik legnagyobb ok, különbség, ennek a különbségnek az egyik legmegfoghatóbb oka az, hogy Ausztriában értékesebb borárakat tudnak, nagyobb értékű az átlagár, mint Magyarországon négyszer akkora, mert meg tudnak valósulni a közösségi üzemek, tudnak együtt dolgozni, ennek nyilván Magyarországon mondhatjuk történelmi oka is van, de ezeket a szövetkezeti rendszereket, ugye már maga a jog is úgy fogalmaz, hogy szövetkezet, ami még a borász generációk idősebb tagjainál egy citokszónak számít. Míg Ausztriában a Domain vakhaúban több száz borász össze tudott állni, addig Magyarországon egy településen belül a borászok egy közös palackozót sem vásárolnak együtt, valami bizalmatlanság van mindenkibe, hogy az nem jó, mert ez mindig csak rosszat jelentett, ha közös Igen, azért is érdekes mondjuk ez az Ausztriával való összehasonlítás, hát vagy összevetés, de, de, hogy, de hogy ugye földrajzi adottságait, a termő területet vagy a termőhelyeket nézve nincsenek jobb helyzetben, sőt talán még megkockáztatom, hogy lehet, hogy... Az adottságokat nézve igen, nekünk azért tervőterületet sokkal... tekintve is jobb de helyzetben vannak, de mindegy, de én csak számokat láttam. Azt gondolom, láttam, hogy jobbak az, számok... az adottságaink, hát gondoljunk csak bele, hogy azért itt milyen elmúlt milyen hát az azért az az de azért nekik is, nekik ilyen szempontból könnyebb volt, mert ez a marketing, vagy picit hm. hadd beszéljek haza, marketing szempontból azért az egy lényegesen egyszerűbb dolog, hogy ott egy üzenet volt, világos üzenet Grüner welteliner az elmúlt 37 évben, de ott van egy organikus az zászlót azt a Grüner velte tették, és mögötte van a Blaufrenk is, a Versrizling, de még a Sauvignon Blanc és Züdzsleiermarkban. Azt gondolom, hogy... Tehát érdemes egy... van egy profilt kialakítani, hát, mint hát, hogy ha azt mondjuk, hogy, hát, hogy, hogy, hogy Új-Zéland, akkor Sauvignon Blanc, tehát nekünk is és most az, mondjuk, hogy Magyarország, Hangeri akkor mondhatjuk, hogy Furmint, vagy az, hogy Tokaj, vagy az, hogy Kékfrankos, mm. vagy az, hogy Kadarka. Na, ezt meg kell. Azért mondtam, hogy a termék fejlesztés mellett nem mehetünk el. Egyszerre kell ezt a több mint 200 eredetvédett borunk van, termékünk van. Ebből nekünk rendet kell venni, ebből nekünk meg kell az ászlós teremteni, és olyan üzenettel a célpiacnak megfelelően úgy kell támadnunk, hogy identifikálható ez érzi, hogy legyen. Ez talán Identifik... túl, túl, sok, mert nyilván megvannak a termőterületek, a termőterületnek hát megfelelő mondom, adottságok, kommunikáció de hát azért gondol. borvidékek, borrégiók, és meg annyi különböző Nagyon lassan meg ez a tisztulás, amiről most beszélünk, még Bordó vagy Burgundiában pontosan tudják, hogy melyik az a két fajta, amit minden termelő termel, addig egy nagyon kicsi borvidéken is 27 meg 30 fajta mm. szőlővel dolgoznak a gazdák, tehát Magyarországon sokkal lassabban alakult ki az elmúlt évtizedekben, van, alakul ki folyamatosan ez a szűkítés kommunikáció szempontból, mindenképpen az egyszerű a legjobb. Ugye nagyon sokat számít az osztrák példa, ha már azt mondta, hogy 85-ben volt egy nagy borhamisítási ö, glikózbotrány, ebből lett 86-ban egy nagyon komoly bortörvény, majd 87-ben megalakult a az Osztrák Marketing ügynökség, gondoljunk bele, 37 éve pakolják, 36 éve a tégákat egymással. három, évtized előnyük van. Nálunk is voltak próbálkozások, aztán azok elmaradtak, elhaltak, nem mindig jött be. Tehát, és nézegettem a korábbi stratégiákat, hát őszintén megmondom, hogy ott mindig a vízió meg a hipotézis uh -huh. után egyből az operatív program jött. Ez a kutatási rész az maradt le, nem mehet, nem kerülhetjük meg a termék problémát. Nekünk a magyar bort, azt, azt meg kell határoznunk nekünk, meg kell mutatnunk a világban, hogy mi az, amitől mi egyediek vagyunk, mi az, amitől a grúzok az agyagedénybe berakják, amitől mindenki megtalálja a Grüner Veltelinét. Nekünk Magyarországnak ezt az üzenetet meg kell fogalmazni, és ezen dolgozunk, hogy egyszer ezt a terméket is fejleszünk. Ugye vannak rövid távon olyan megoldásaink, hogy tudjuk a kampányainkból, mit akarunk az export Piacon, mit akarunk a magyar piacon, de közben foglalkoznunk kell magával a, a borászokkal közösen, és ezen együtt kell dolgoznunk a hegyközségekkel, együtt kell dolgoznunk a különböző kormányzati szervekkel, nagyon nagy segítségek vannak nekünk a, a, a társágazatokban, ahogy a turizmusban, ahogy a külgazdasági minisztérium lehetőségeivel, nem akarom most ezekben a részleteknek a, a pontosítását felhozni, de hát most Sánkájban jártunk, Belgrádban jártunk, Amsterdamban jártunk, látjuk azt hogy a diplomácia megy mennyit tud segíteni, hogy ezeken a helyeken mi hogy vagyunk mm -hmm. ott és hogy legyünk ott. És amit mondtam, ami kijött ezekből a tanulmányokból, tudjuk a célpiacainkat, tudjuk azt, hogy ki a célközönségünk, akkor ezeket meg kell céloznunk. Beszéljünk továbbra is egy kicsit a borágazat helyzetéről, vagy a borászok helyzetéről. Az jutott eszembe, a, még a beszélgetés első fele alatt, hogy vajon Mennyire sikerült az átállás a borászatban? Kérdezhetem ezt talán másképp is, hogy mennyire történt meg a rendszerváltása a, a borágazatban. Tehát, hogy a tömegborokról, a emlékszünk a gyenge minőségű borokról, mennyire sikerült a minőségi váltást megugrani? Úgy kell diplomatikusan fogalmazni, hogy egy részben sikerült. Én a saját borvidékem kapcsán az elmúlt húsz év tapasztalatairól tudok mesélni azzal, hogy mondjuk az Egyek Budai Borvidéknek a névadó településén mi elkezdtünk együtt dolgozni, és akár a turizmusban, akár a, a, bor értékesítésben eredményeket értünk el. Attól, attól látom, hogy ma már sokkal több palackos bor van ott, mint lédigbor. De azért fontos az a feladat, amit most nekem mindenképpen támogatásként nyújtanom kell a borászoknak, mert meg kell érteniük a a, 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 való világot. Tehát a borászoknak ö, oda kell hoznunk a kutatásokkal, oda kell hoznunk a különböző anyagainkkal azt a szuportot, azt a támogatást, amivel ők jobban fognak tudni tájékozódni és dolgozni a pályán. Most konkrétan arra utalok, hogy mint ami elkészítettük ezt a stratégiát, akkor az első fontos feladat volt, hogy ez egy olyan dokumentum lett, amit mi a munkaanyagként használjuk. Tehát amit mi munkaanyagként úgy használunk, hogy az összes kormányzati szerv, tehát minden minisztérium kapott belőle, illetve az a kb. 25-30 olyan egység a minisztériumok mellett, még a szakmai szervezetek, akik tudnak, ez egy nem nyilvános anyag ebből dolgozni. Ez azért nem nyilvános, mert nem akarunk üzleti előnyben, semmilyen államtitok nincs benne, csak az üzleti előny nem akarjuk a, a partnereinknek, ár az üzleti konkurenciánknak biztosítani. A borászoknak pedig ebből készült egy olyan bormarketing akcióterv, ami a következő másfél évre vonatkozik, mögötte vannak azok a tanulmányok, amik ebben az esetben fontosak, de ez egy jóval vékonyabb anyag, és 2024. december 31-ig összefoglalja, milyen belföldi és külföldi megjelenéseket kommunikációs csatornákat. A belföld, külföld, akkor meg lehet azt határozni, hogy milyen hangsúlyosabb a Mind a kettőt, értem. Itthon, itthon erősíteni a borfogyasztást, népszerűsíteni a borfogyasztása, minőségi borok iránti keresletet, vagy a külpiacokon erősíteni a jelenlétet, vagy ez nem is Nyilván mi mindenek meg van a saját tábora van, aki azt mondja, hogy meg tudjuk inni a saját borunkat, egyébként iszunk annyit, mint amennyit eladunk, csak ugye itt az importtal is foglalkoznunk kell, és a versenytársaink azért szintén így vagy úgy, de van, aki sokkal jobban előrébb áll, az előbb az új zelandi Kik az leginkább ráborokat. a versenytársaink? Hát Olaszország az egyik legközelebb, legnagyobb ö, ö, konkurencia, ha tetszik, de hát ö, mindenki konkurencia, aki a, például a magyar például, piacon Egy, egy Ma, tud. forint körül akarok iható bort venni, akkor ugye ott versenytársként azért ott vannak az Argentina, Chile, az új világ nem is rossz, rossz nem is rossz rossz én rossz ilyen borok. koncentrikus köröket látok. Én mindig igyekeztem a saját munkámban és a birtokhatáron határon túl látni. Tehát nekünk fontos borvidékeknek, hogy a saját közvetlen környezetünkkel foglalkozunk, nekünk konkurencia a többi borvidék. A magyaroknak konkurencia az EU-n belül lévő összes olyan közel lévő borászat, ami elveszi esetleg a napfényt előlünk, tehát örülünk nagyon a, a régiónak hogy a bulgárok, a románok, a, a, a szerbek, mindenki jön elő, szlovákok, de jobban örülnénk, hogyha mi hmm. fényesebben az élére Külpia tudnánk állni. É, bocsánat, és, és ugyanígy Európának meg az új ilyen problémát, hiszen hmm. mondjuk a, már vannak olyan új-zélandi termelők az egyik legkiresebb termelőtől, én magam is láttam egy olyan uh, Sauvignon Blanc, ami sparkling water-rel, nyilván ez a mi fröccsünk, és mellette még egy kis kivivel megtolva, amiről hmm. beszéltünk mi is, tehát egy olyan és mindez egy uh -huh. ilyen red üveget vagy alumínium palackot kézeljen elő a vendég. Az nem illúzió a boró, mert látom most már, hogy abszolút el, a csomagolás technika, és erre felé megy. Először ki kell menni de... a világ repülőtereire, és a prémium borok mellett ott van megjelenve. Igen, ez, csak egy ünnepi asztalon mondjuk. Oda nem, egy... ezt, oda nem ezt fogom tenni. Uh -huh. Oda nem ezt fogom tenni, de amikor el kell egy bort szállítani, és ez nagyon érdekes a külpiacoknál, nyilván az ünnepi asztalra mindenkinek tokait javaslok, vagy egy szép magyar pedig, Hát legalábbis egy szép Vagy legalábbis egy jó minőségű prémium, olyan egri vagy a palacka, az a Az nem, az egy látvány is egy igen, De el kell mondani, hogy ez a, ez a teteje, ez a felső szegmens. Ez az, amivel a ászlós hajó, amivel megpróbáljuk a, a hajónkat jó irányba tolni, de a biztos alapnak ott kell lenni. És az nagyon fontos, hogy az ne lédikben, tehát ne folyóborként menjen, hagyja el az országot, hanem valami terméket készítsünk belőle, amit nem 40 eurócentért centért hmm. tudunk eladni, hanem 3 euróért. Ez mér. jellemző már a magyarországi hazai borászatokra, hogy például én ilyen fémdobozokban forgalmaznak. Nem, borokat, elindult, vagy akár fröccsöket, de de akár el előre elkészített fröccsöket. Nagyon jó is. példa, tudok olyan termelőt, aki eddig nem foglalkozott nagyon azzal, hogy ilyen termékfejlesztésben részt vegyen, hanem egyszerűen megpróbálta mondjuk 40 eurócentért kidobálni ezeket, vagy kivinni tartályban ezt a bort a külföldi piacra értékesíteni, akár szlovákoknál, cseheknél, bárhol, ahol utána mondjuk pesgősítették, és úgy tették be a célpiacra, miért tudnánk ezt mi is. És tudok ilyen fejlesztésekről, hogy ezek között már van olyan termelő, aki felismerte, hogy ebbe inkább egy kicsit kísérletbe elindult. Tehát elindult ez a piac, és ez létezik. Nekünk meg az a fontos, hogy mindenkinek megtaláljuk a helyét, hogy minden csepp magyar, minden deci magyar bor megfelelő helyen el legyen adva, és nyilván a fő cél az az kell, hogy legyen, hogy minél inkább a minőségi felé kell lökni, mert ott lehet a magas, magasabb minőséggel, lehet az értéket fölvinni. Tehát az én feladatom egy olyan stratégia kialakítása volt, ami elsősorban értékében növeli a magyar bornak az értékét, mert azzal a kereskedőtől kezdve a szőlőtermelőig mindenki jól fog járni, életben marad a, az ágazat, és itt valóban évente akár néhány ezer hektár megszűnéséről beszélhetünk még most Megvannak is. Megvannak egyébként azok az irányok, hogy akár ki vannak jelölve azok az irányok, hogy mik is a hangsúlyos külpiacok, mert láttam, hogy most például Abszolút. néhány nappal ezelőtt, például november elején shanghai jártak, tehát mondjuk a... Kína is piac lehet a magyar bor számára? Megvan az elsődleges, meg a másodlagos piacoknak a rendszere. Nekünk nagy segítséget jelent a külgazdasági minisztériumnak a, az olyan technikai dolga, hogy együtt dolgozunk turizmusban a turisztikai ügynökséggel, úgy külgazdasági minisztériumban nagyon nagy segítséget nyújtanak, akár a diplomácián keresztül, a, a diplomaták is, hogy az exportunk jól működjön. Pont Sánkhájban a főkunzul az egyik legnagyobb segítségünk volt. De egyébként a, a külföldi megjelenés, mondjuk az ázsiai piacot nézve, vagy akár Kínát nézve, az egyik legfontosabb szempont, hogy ez egy nagyon nagy piacot, nekünk meg kell teremtenünk a felvevő ágat. Nekünk ugye fontos volt, hogy átgondoljuk, hogy hogy jelenünk meg egy kiállításon. Nem tudunk akkor a standot, akár egy egész csarnokot beépíteni, mint akár mondjuk a, a franciák, vagy egy más nagyobb bor nemzet, de a mi erőnket, ha összegezzük, ha nem külön-külön jelennek meg a termelők, mint ahogy ez sajnos több helyen előfordult, hanem egy Wines of Hungary felirat alatt magyarok együtt jelenünk meg, sőt, hogyha tudunk valami plusz vezérszálat tematikát adni, ami az egyik célunk, és Sánkhájban mondjuk pont a tokaival és a kékfrankos alapú borokkal elsősorban a bikavére jelentünk meg, tehát koncentráltan, és arra is figyeltünk pont a kínai piacon, hogy olyan influencereken keresztül, de ez már az értékesítési technikáknak a világát jelenti, egyedüliként egy külföldi rendezőnek a csapatával egy olyan greenboxos felületet teremtettünk a standunkon, ahol a három-négy nap alatt megjelent 20 kínai influencer, aki nálunk dolgozott, nyilván masterclassokat tartottak, neves kínai master of -ok, de mellette megjelent meg akár nem csak kínaiak, hanem volt angol is, aki a mi standunkon masterclass tartott tokai borokból, és az influencerek, ami talán egy picit furcsa ma, amikor disztribúcióról beszélünk, hogy hogy jönnek ezek a fiatal influencerek oda. Én nekem is ezért fontos, hogy nagyon sok fiatal van a csapatomban, mert bár 30 éve a kommunikációs világban vagyok, de csak azért tudok ott dolgozni mai napig, mert folyamatosan fiatalodik az a környezet, amiben működünk, és a mai világnál Csodánkra jártak a többi standról, hogy mi egy ilyen megoldást választottunk, ahol tokai furmintot 21 éves kínai fiú tartott a kezéből. Mm. Ott volt, hogy megkérdeztem a kollégáimat, hogy biztos jó ötlet volt-e, és akkor megnyugtatták, hogy az elmúlt 20 percben 8 ezer palack furmintot adott el ez a fiú, mm. csak azért, mert mellette 1,6 millió követője van. Ugye ez az ázsiai piac, de mi a helyzet például a környező országokkal? Gondolok én most az egykori kgst országok piacára. Tehát a magyar bor eh, annak idején, ugye a rendszerváltás előtt például a lengyel vagy az orosz piacon elég markánsan jelen volt. Ezek szintén nagy piacok. Esődleges most számít mintha, a lengyel piac. De most mintha nem lennénk markánsan jelen ezen a piacon, vagy ezeken a piacokon. Vannak aktuál politikai Válaszok is erre. Ugye a lengyel piac az egy nagyon izgalmas, több szempontból hagyományos piac a magyar boroknál. Itt a tokainak nagyon jó neve van. Nyilván volt egy olyan idő, az elmúlt időszakban ez nagyon figyelmesen kell követni a piac mozgását, hogy mikor, hogy tudunk menni, amikor kevésbé fogékonyak mondjuk a magyar borokra, de én azt gondolom, általában ez az elsődleges piacaink egyik legfontosabb része. Azt tudomásul kell hogy a globális felmelegedés miatt Lengyelország maga is a bortermelők korába, a bortermelő országok világába belépett, míg mondjuk egy pár évtizeddel ezelőtt csak egy-két tucat borászat mm -hmm. volt Lengyelországban, ma már több százan vannak, és ezzel együtt az ő saját bormarketinges felépítésük is működik. És szerencsére tokai borvidéket nem fognak tudni ripsrops maguknak teremteni, de tény az, hogy nekünk fontos piac ez is, a németországi piac is nagyon fontos számunkra, UK, azaz az angol piac is nagyon fontos, maga az Egyesült Államok is egy olyan piac, ahol bár messze van, és itt nagyon fontos a fenntarthatóság szempontjából egy másik gondolat, de akkora piac és olyan a világban csökkenő alkoholfogyasztás, vagyis borfogyasztás ellenére ez még mindig egy akkora felvevő piac, hasonlóan a kínaihoz, amit nekünk mindenképpen meg kell céloznunk. Az azért nehéz értékesítés szempontjából, mert államonként különböző disztribúciós cégek, csoportok foglalkoznak vele, de ezt az elmúlt fél évben ebben a tanulmányban pontosan feltérképeztük megállapítottuk, hogy hova akarunk eljutni, mi módon, nyilván minél közelebb van egy piac nekünk, annál fontosabb és annál gyorsabban tudunk velük valós üzleteket kötni, és ebbe elindultunk operatívan. Azért volt egy kicsit sűrű az elmúlt egy-két hetem, ezért voltunk Kínában, hosszú idő után nagyon örültek, hogy megjelentünk újra. Ez a Covid után újrainduló piac nagyon nehéz, mert ott is a maga borágazat is nehezen tör magának utat, de ott vagyunk velük, ott voltunk most Belgrádban, ami azért fontos, mert egy olyan régiós vásár történt, ami azért úgy régiós, hogy azért 28 ország 600 borászata vett részt, így a magyarok is, de ott is mi most együtt jelentünk meg, és ennél ez valóban egy lehetőséget jelent. Én azt szeretném, és kicsit megfigyelőként is néztük meg ezt a piacot, hogy egy régiós expót, ha valaki szervez, akkor milyen, feltételekkel, vagy milyen kihívásokkal kell szembenéznie. Mi magunk is tervezzük a következő két évben, hogy kialakítunk egy régiós megjelenést. Azt gondoljuk, hogy ma a világban ez egy nagyon trendi hely. Akár a magyar piacot nézzük, vagy akár a román, a bulgár, a szlovén, horvát, szerb, de még a szlovákokat is ide értem, tehát ez a közép-kelet-európa, ez egy, ez, egy, ez, mondjuk az angol piacról nézve egy, egy nagyon izgalmas feltörekvő új hely. A hagyományos piacok mellett erre is vannak számaink, mondjuk a hagyományosan francia borok, vagy a német borok, vagy az olasz-spanyol borok mellett egyre izgalmasabb közép-európa. És itt szerintem nem mindegy, hogy ki tud magának egy régiós vezető szerepet kialakítani. Mi most ö, belehúzunk, és ebben a, a gondolatvilágban tervezgetjük a jövőnket. Tehát vannak, ö, ahogy említettem, rögtön az elején rövid, közép és hosszú távú terveink, és nyilván a belföldi piac mellett nagyon fontos az export, mert azt hiszem, és arra mutatnak rá a, a számok is, hogy a, az exportpiacsal tudjuk az értéket leginkább növelni. Nagyon fontos, hogy minden bor el legyen adva, tehát az értékesítést a belföldi turizmussal és borturizmussal és belföldi értékesítéssel is segíteni kell. Élő kapcsolatunk van, nekünk most már nagyon fontos volt, nem csak a gasztronómiával, különböző kereskedői körökkel, mútikkal leültünk, keressük a közös hangot, mert abban mindannyian egyetértünk, ha a magyar bor értéke növekszik, akkor mindenki jobban jár vele. Mi egy egészséges egyensúlyt szeretnénk kialakítani, szeretnénk a érdekét képviselni a magyar bornak minden Ez A magyar bor részvevő. export, a külpiacokra juttatás, ez egymértelműen a bor marketing ügynökség egyik fő feladata. Vagy azért tulajdonképpen pincészetek, borászatok, akár maguk is megtalálhatják a azok feladatunk... a külpiaci lehetőségeiket. A mi fő feladatunk segíteni ezt a folyamatot. Ez ma egyértelmű, hogy az összes a lehetőséget még tudjuk bővíteni. Azért mondtam, hogy picit én is próbálom mindig a határokat feszegetve keresni a saját utunkat. Talán említettem, hogy a bormarketing ügynökség egy ilyen operatív tervet, másfél éves tervet kialakított, és ezt mi online rendszerben a Magyar Bormarketing Ügynökségnek a honlapján egy regisztrációs rendszerrel nyilvánossá tettük, tehát minden borász számára elérhető, és próbáljuk aktivitásainkkal bevonni a magyar borászokat, nyilván elsősorban a fiatalok a legfogékonyabbak erre az útra, ugyanis van egy ilyen elgondolásunk, ami egyfajta ügyfélszolgálati rendszert alakít ki, tehát ha valaki borászattal foglalkozik, és ki akar jutni akár az ázsiai piacra, ne kelljen három négy helyre rohangálnia, hanem egyrészt meg tudja, megismeri a mi következő másfél éves hangsúlyainkat, hogy mit szeretnénk elérni, másrészt meg, hogyha egy ilyen B2B rendszerrel Közvetlenül az ügyfélszolgálathoz, azaz hozzánk fordul, akkor mi meg tudjuk az összes vámszabálytól kezdve a különböző dokumentumokig egészen odáig mondani neki a lehetőségeket és a segítséget megadva, hogy milyen arculattal érdemes, milyen egyedi, akár címke megjelenéssel, vagy milyen üzenettel érdemes a piacon, milyen fajtával megjelenni. Nem, lebeszélni fogjuk, de lehet, hogy egy sokkal célirányosabb olyan tevékenységet vagy marketing segítséget tudunk adni, ami jobban megtalálja neki a saját piaci helyét. Eben Ebben én hiszek, hogy ezt a rendszert egy ilyen gyorsan mozgó online rendszerbe meg tudjuk oldani, és rögtön az egyik legfontosabb témáról, csak hogy nem maradjon ki, szeretnék még egy szót szólni, ez pedig maga a digitalizáció. Azt az én, mit, jelent? mit jelent a borágazatban e, a digitalizáció? Rögtön egy alapvetést, hagyd mondjak, az, hogy 2020 óta nincs megoldva az e-pincekönyv rendszere, az, az, az nagyon rossz mindenkinek. Ugyanis a borászoknak az egyik legnagyobb problémájuk az, miközben látom, hogy picit óckodik, ez is generációs kérdés szerintem mindenki az e-pince könyvtől. Ez ugye mindjárt elmondom, hogy mit jelent. Amellett az adminisztrációs terhek meggyötrik a borászokat, hogy mindenkinek három-négyféleképpen le kell adni, különböző jelentéseket tenni. Ha egy borászatban minden digitálisan rögzítődik, egyidejűleg azonosan, tehát időben, térben, mindenhol megfelelő időben, és nem utólagos bejelentésekből próbálja mindenki a valóságot megállapítani, akkor, akkor pontosan látja egy borász egy kattintással, hogy az a termék, amit ő előállít, az mekkora értéket képvisel valójában, neki mennyibe kerül, sokkal könnyebben fog tudni utána eligazodni az értékesítésben is, ha ezzel tisztában van és nekünk is mindenkinek sokkal könnyebb. Tehát nem úszható meg az ágazatban az adatalapú ágazati irányítás rendszere. Ebben nagyon hátul vagyunk, ebben sok mezőgazdasági termék jóval előrébb van, mint a bor, és nagyon sokat tudna segíteni lökni a magyar borászoknál. Csak egy egyszerű példát mondok, az entaknak köszönhetően a turizmusban, ma már látjuk esetleg, hogyha valaki kijön két palack borral egy tokai pincéből, mert be kell jelentenie a rendszerben a gazdát. Én azt szeretném látni, hogy egy házslevelű és egy furvint van a kezébe, vagy esetleg a kövérszöllőből készült bor, hogy pontosítani tudjuk, és real time, tehát azonnal minden gyorsan ott legyen. Nagyon sokat számít. A kínai kereskedők között volt valaki, aki azt mondta, hogy az ő ügyfelei közül bármilyen bort, a megrendelői részére fél órán belül le tud és le is De. kell szállítania. A megrendeléstől számított fél órán belül hogy tudunk-e olyan rendszert kialakítani, ami ennek a részese lehet. Kis időt kértem, hogy visszavonuljunk fejvakarással megnézni, hogy fél órán belül bármilyen magyarból elérhető -e. De azt mondom, hogy nem elriasztni szeretnék senkit, csak a lehetőségeket szeretném megmutatni, hogy itt nagyon sok munkánk van. Itt is jelentem munkacsoport megalakult, elkezdtünk, foglalkozunk vele, és ugye ezek mind a közép hosszú távú dolgok, de ezt nagyon sokáig nem tudjuk húzni. Ez nekünk pont a munkánk hatékonysága miatt lenne nagyon fontos. És van sok olyan ügy, amit az elmúlt években, ha lett volna ennek egy felelősebb vagy egy koordinátorrendszer, akkor talán előbb is el lehetett volna. Én most azon Vagyok, hogy a leghatékonyabban tudjuk ezeket a dolgokat úgy összhangba hozni, hogy nem össze-vissza mindennel foglalkozni, hanem egy viszonylag pici, de hatékony csapattal, most egy értelmezhető büdzsével megpróbálunk úgy dolgozni, hogy mindig a megfelelő helyre menjünk. Azért mondtam, hogy mindig az operatív program szerint haladunk, mert az a stratégiában nőtt ki. Talán most már egyre többen értik meg, hogy ez tényleg egy olyan munka, könyv nekünk, ami alapján kijelöljük mindig a következő időt, feladatát, megvannak az egyébként valid, valós háttérszámításaink, és pontosan tudjuk, hogy ebből a 6-8 kilógó lábból, amivel tudunk tovább menni, ebből melyik az, amelyik most a legfontosabb, vagy leghatékonyabb, és, és akkor még ezer olyan tanulmányt, meg lehetőséget tudok említeni, hogy Például az előbb, amikor az amerikai piacról beszéltem, az egyik legnagyobb fejvakarás, hogy ott nagyon messze van, nagyon nagy a rárakódó szállítási költség. De hát mitől van akkor, hogy az új világ Európába ide tudja hozni nagyon jó áron a bort? Mert ugye, azon kívül, hogy itt picik a birtokok, és mondjuk Csillében egy 5000 hektáros birtok nyilván helyzeti előnnyel bír, de hogy tudja ide hozni? Olyan, mintha ilyen utopisztikus filmekről beszélnénk, hogy már a a hajón van a feldolgozás, és már ott készítik el, ott palackozzák, és mire ide lepakolnak, ott csak föllökik a szőlőt, mikor megérkezik Európába, már a kész lepalackozott bor jön. De ezek sajnos, ezek mind a valósággal összhangban vannak. Nem értettem először, hogy egy amerikai számot megnézve az Egyesült Államokba nem a palackos boroknak a, az importja, bocsánat, innen export, onnan import nő, hanem a lédik boroké. És ez nem állt össze, hogy a minőségi borfogyasztás fele mennek, ugyanakkor pedig mégis lédig mennek a borok ki, hogy akkor az, az, mit jelent? Mert már a legnagyobb itteni disztribútorok Európából úgy kötnek megállapodást amerikai célpiacon, hogy ott fognak palackozni. Ne, nem éri meg kiszállítani. Amikor látok egy ilyen amsterdami bárpányon, ahol most voltunk a napokban egy lapos üveget, egy hét és lapos üveget, akkor elrémiszt engem is a látvány. Én tudom, mert föltettem egyet a, a saját uh, online social médiára, <laughs> és többen jelezték, hogy ez borzalmas, ez <laughs> rettenetes. Szállítás szempontjából. Hogy ez, 35 ez egy komoly kihívás lesz a magyar csomagolaborároknak? Mert hogy nagyon ugye fontos. már jövő év januártól bejönnek például az üvegszabályozási hát szabályok ez, 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 ez és egyebek. A, ez ez tehát a ez, ez uladék, nem a jövő. szabályok, úgyhogy Abszolút. erre már reflektálniuk kell Abszolút. néhány héten belül a borászoknak. Abszolút. Tehát nekünk az, hogy a Begin box vagy a különböző megjelenések hogy működnek, és még egyszer mondom, nem a felső szegmensről beszélek, de ott is fog számítani, hiszen az ausztráloknál például ott minden egyes palackon megjelenik az, hogy milyen környezetvédelmi szabályzatnak felel meg a palack, mennyire van lekönnyítve, vagy mennyire megtartja az eredeti formáját, de könnyített esetleg, és nagyon sokat számít. De és ez a matematika Agodnak, részét, Agodnak tehát a minőséget és a környezet uh -huh. és a fenntarthatóságot mindig, a gazdasági és a környezetvédelmi fenntarthatóságot is figyelj, milyen ökológiai lábnyommal megy a fiatalok, a célközönség, a jövő generáció, így működik. A más, máshogy áll ehhez a dologhoz, tudjuk, hogy mit kell csinálni. Az én gyermekeim, amiből négy is van, már azt uh -huh. is érzi a saját bőrén, hogyha a szüleim nem jól dolgoznak, akkor ez, ez, ez nem olyan, hogy majd polcra, mi fog szóra a Ez Inkább, inkább ezt részesítik ellenük, és inkább előbb leemelnek a polcról. A karácsonyi egy asztalra ilyen... valószínű, hogy nem, azt a prémiumot ugye, amikor... veszik meg, Igen, hogy egy esti Igen, baráti értem. beszélgetésnél, de például a borászatokban, a borászatokban, amikor a helyi árusítás megy, ott nekünk már évek óta egy teljesen törvényszerű és logikus dolog, hogy nem palackozzuk a saját borunkat, hanem olyan kiszerelésben csapról töltjük meg egyébként a jó minőségű borral mert hogy a poharakat, amiket ott helyben fogyasztanak el, mert nem akarjuk terhelni egyrészt a költségeket sem akarjuk, nem akarjuk ezzel terhelni a, a környezetet. Mm. És ez egyébként a legtávolabbi szállításnál is felvetődik ez a kérdés. De nyilván a minőségi bornál fontos, amit mondott, hogy nem lehet mondjuk egy boxból kitölteni egy olyan prémium kategóriás villányi bort, amit utána olyan áron akarunk értékesíteni, hogy tényleg bekerüljön a, a, a top éttermekbe. Valószínű, hogy a top éttermekben ezek megmaradnak. Tehát van egy olyan szegmens ennek a piacnak, ami, ami a, a színház, ami a, ami a jó minőséget képviseli, ami a, a, a világ legjobb fine dining éttermeiben jelenik meg, a tokai asszú, az mindig tokai üvegben lesz. éppen a napokban jelenik meg a tokai aszus pohár is, tehát hogy mindenre meg, megadjuk a módját, de a piac egészét nézve, nekünk az egész piacsal hát a, a hétköznapi és a hétköznapi borfogyasztásra nem figyelünk oda, hogy annak is emeljük a színvonalát és az értékesítő a lehetőséget, akkor bajban van a felső szegmens is. Tehát a kettőt egyszerre kell figyelni, amit az elnök úr mondott, amire hivatkozott. de sok sem, csak zárójelbe teszem hozzá, hogy nyilván ez ugyanabban a pincészetben előállítják ezt a hétköznapi fogyasztásra szánt bort, meg a Így, prémium A, kategóriás... a premium pincészetnek vannak olyan ö, szegmense, olyan megjelenése, amelyik a mennyiséget adja, a volument adja, és a tetején van egy olyan premium bor, amelyik egyébként nyilván a zászlós hajó, és ez igaz a magyar borra is. De amit az előbb említett, hogy a megélhetését kell az ágazatnak meg megtartanunk és, és visszahoznunk. A közgazdasági racionalitást kell a magyar bor mellé oda tenni. Azt gondolom, hogy ezt tökéletesen látja a, a hegyközségek nemzeti tanácsa is, meg a boros szakma is. Ehhez próbálunk olyan muníciót adni, amivel a mi feladatunk egyébként, hogy ténylegesen kiürüljenek a pincék, és ha lehet, akkor minél magasabb áron menjenek el a borok. Köszönöm a beszélgetést. Az elmúlt órában Rókus Falvi Pál, Nemzeti Bormarketingért Felelős Kormány biztos volt a vendégünk itt az arénában. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt, én Kocsonya Zoltán voltam. Köszönöm, hogy velünk tartottak.